Bátaszéken nagyon régóta húzódó probléma, hogy a külterületi utakra és az úgynevezett nem útművelési ág alatt lévő ingatlanokra hordják ki a háztartási hulladékot és építési törmeléket. Miközben ugye már nagyon régóta működik a hulladékudvar, és én azt gondolom, hogy jó néhány esetben még közelebb is lenne az a hulladék lerakóhely, mint hogy külterületre rossz útviszonyok között kihordja bárki is ezt a saját magánál keletkezett hulladékot. A város gyakorlatilag csak kamerák kihelyezésével és a polgárőrök segítségével tudja felvenni a harcot az illegális szemetelőkkel szemben. A védekezés a kamerák működésének köszönhetően hatékonynak mondható, illetve több védség is rendőrségi nyomozati szakaszba juthatott az elmúlt időszakban. Ám a célok ennél messzebbre mutatnak. Az önkormányzat pályázni kíván most a önkormányzati tulajdonú területnek a hulladékmentesítésére, amit ugye illegálisan raktak le a szemetelők, és ennek köszönhetően egy majdnem 4 kilométeres szakasz kerül megtisztításra itt a januári időszakban, de nyilván addig se hordjanak ide az állampolgárok szemetet azzal, hogy mi ezt úgyis mentesítjük a hulladék alól, hanem a meglévő hulladékot mértük föl, és ezt kívánjuk gyakorlatilag engedéllyel rendelkező fuvarossal, illetve szállítóeszközzel elszállítani az engedéllyel rendelkező lerakóhelyre. A város minden évben szervez szemétszedést, és ebben valóban nagyon sok civil részt is vesz. Sok-sok zsák szemetet szednek ilyenkor össze, viszont ezek az akciók inkább csak a város belterületeire koncentrálnak. Most egy 4 kilométeres szakasz szabadítanának meg a hulladéktól. Ezzel, hogy a pályázat keretében összeszedjük, összegyűjtjük és elszállítatjuk a szemetet, bízunk abban, hogy itt az állampolgárok is jogkövető magatartást fognak folytatni, és ezen kívül is kamerákkal fogjuk ellátni a területet, illetve a polgárőrség is még nagyobb figyelmet fog erre a terület részre fordítani, és nyilván a többi területre is, hogyha ez már megfigyelés alatt van, akkor a többi helyre se hordják ki a hulladékot, ott van ennek a megfelelő helye a hulladék udvarban. Sikeres pályázat esetén február végéig kell teljesíteni a szemétszedési akciót.